Itt vagyunk a 16. kerületben, az Erzsébet-ligeti színházban. Itt lesz egy lakossági fórum, ahol Szatmár Kristóf és Nógrádi György fogja tartani. Azért jöttünk ide, mert Szatmár Kristóf rendszeresen kerüli a velünk való érintkezést, a kérdéseinkre nem felel, és próbáljuk így elcsípni. Ugye abban az ügyben, hogy a családi cége nem adott nyugtát. Minket ebben az ügyben lehazukozott, az ügyészségi dokumentum pedig azt igazolja, hogy nekünk volt igazunk. Ezzel próbáljuk őt most szembesíteni. Szatmári úr? Szatmári úr? Bocsánat, beszélhetnénk utána vagy most egy percet? Újságíró vagyok, a 24.hu újságírója. Tudja, előlem menekül a kérdéseim elől. Nézze, elhoztam azt a levelet, amit az ügyészség írt. Ebben feketén fehéren az áll, hogy hagyja, hogy végigmondjam. Tehát ebben az áll, hogy a zöldséges üzletben, amiből ön most már kiszállt, de a családjáé volt, illetve családtagjai, hogy nem adtak nyugtát. Többször az ügyészség leírja, hogy ezt bizonyítottnak, igazolva látja. Ön pedig 4 héttel ezelőtt azt mondta, hogy ez nem igaz. Nézze, uram, amit ön és néhány kollégája csinált, azt én nem nevezném újságírásnak. Én elmondtam, hogy bocsássa meg, hogy ezt itt szemközben is elmondom, hogy ön gyakorlatilag Vajda Zoltán politikai aktivistája volt itt a 16. kerületben, és ebből a szempontból én újságírásnak nem tudok válaszolni önnek, mert ha akarunk politikáról beszélgetni, beszéljünk, de az, amit csináltak a családommal és velem, az etikai újságírástól olyan messze van, mint Makó Jeruzsálemtől. Mire gondol? Ne szaladjon el a kérdéseim elől, miniszteri biztos úr. Küldtem önnek kérdéseket, és ő nem válaszol. Lehet véleménye, nekem is lehet véleményem. Én bízom benne, hogy április 8-a után egy kicsit mindenki lehiggadt. Ő nem véleményt mondott, hanem hazudozással vádolta meg lapunkat. Ezt talán nem vélemény. Nem mondtam még egyszer, hogy önök, amit csináltak, az egyszerűen nonsensz. Én a Vajda úrról is majd megbeszélem azt a szerepet, amit ő csinál ebbe az egészbe, mert szerintem méltatlan a kerülethez. Ezt elmondtam, hogy én tisztelem mindenkinek a politikai hozzáállását, de hogy az legyen egy választásnak a fő témája, hogy egy 16. kerületi sarki zöldségesben mi folyik. De hogyha válaszolna a kérdéseinkre, akkor talán sokkal egyszerűbb lenne a helyzet. Rajta mindenkinek. Én elmondtam akkor is, hogy van az újságírásnak szerintem egy minimuma, önök ezt nem tartották be. Köszönöm szépen. Mi az újságírás minimuma? Hogy kell etikusan eljárni? Ezt oktatják. Etikus feketén foglalkoztatni embereket?